A színészek most más nyelvekre emlékeztető módon fognak halandzsázni, mi pedig tolmács hiányában a gesztusokból, hanghordozásból fogunk következtetni a történésekre. Két argentin tangó oktató azon vitázik, hogy milyen az igazán szenvedélyes tánc, lassú és szenvedélyes, vagy gyors és tüzes. Estar garranta. Silvester, Stallone. Erra y lo conto. Perra, perra, tú no tengas. No era, no se iba a hacer. Antonio, Banderas. No era Banderas, Santo Roque. Santo Roque. Se me canta de malato, Raquel. ¿Y ahora cómo es este? No, hombre. Sola, o no, Antonio. La verdad. No. A kezemben tartott leírás alapján három pillanatképet állítunk be három színésszel, az erről mit sem sejtő negyediknek, akinek egy saját történetet kell majd kanyarítania a látottakra. Üssük fel a fotóalbumot. Ki lesz az, aki ki szeretne találni egy saját történetet, hiszen annak ki kell mennie, hogy ne hallja az eredetit? Én szeretném. Rudi szeretné. Egyetemben. Gyárlátogatáson voltam, beleakadt a nyakkendőm a futószalagba. Nem akart senki segíteni, ezért a többieket is magammal rántottam. Még a futószalagnál ketten pakolható, nem? Jó, amit a Lia mond, tehát egy valaki a gyárlátogató, és ketten vagytok a dobozolók. És kit rántok magammal? A munkásokat? A munkásokat, persze. Valami... Ezek szerint én vagyok. Ezek szerint. Mit bontsuk? Valamit csomagolunk, vagy a futószalag. Jó. Na, az elsőnek jó. Nézzük egy bekapott nyakkendőt. Ez jó. És a harmadik? És már bedvarálódik a fejem? Igen, és szerintem így sugárban ömlik artériásan vér. És rám, és húzol minket is. Hát, sose felejtem el. Az első kakim. Anyatart. Hogy is felejthetném el? Szinte érzem az illatát. Anya tartotta a kedvenc bilimet. Nagypapa is rohant. Ő hozta a sajátját. Kicsit rosszul esett neki, hogy nem abba kakkantottam. Én meg egyszerűen csak próbálkoztam még. De tulajdonképpen a nagyján már túl voltam. De nem ottam fel! Nagypapa gúnyos volt, hogy ilyen csúnya széklekedésem van. Hát ő azért már nem volt teljesen magánál. Anya meg elindult a Billyvel, de kicsit rossz alóan nézett, mert látta, hogy én még mindig csak kakkantani, csak kakkantani. Hát ami miatt nem felejtem el, hogy annyira dühösek lettek,
hogy ugyanazt csinálták, mint a kutyával. Belenyomták az orromat. Most következő játékunkban mindenki annyiszor szólal meg, ahányszor csak akar, nem mindegy, hogy hány szót használ fel ilyenkor. Van akinek 4, van akinek 3, van akinek 2, és van akinek csak egy szó áll majd a rendelkezésére az önkifejezéshez. Sorsolás. Húzzatok. Tehát egyez, kettő, tápat. Ez most tényleg. Hát most ez volt. Cseréljünk. Még nem néztem meg. Egy gyerek szembesíti a családot azzal, hogy valaki ellopta a malac perselyét. Mindenkinek lehet indítéka, mert az anyuka frissen volt fodrásznál, az apuka új fúrógépet vett, a nagypapa pedig megtankolta 40 éves kocsiját. Anya, elloptátok a perselyemet! Ki volt? Nem tudom, nem valaki ellopta biztos. Ülj le, drága fiam! Hová tetted? Nagypapa, olyan sugi néz! Te voltál? Én. Hol van a perselyem? Ne hisz, tiszkicsim! Te voltál? Mellettem volna! Mind olyan sunyik vagytok! Ezt kikérem magamnak. Persely? Ezt a hangot kikérem. Nem akarok itt élni veletek. Apáddal így. Nem beszélhetsz, fiam. Mind a kettőtöknek kettő szava. Nekem kettő. Nekem hol van? Na, hagyjuk most. Hol van a... Persejem! Ahova tetted, kicsim? Megdolgoztam érte! Anya! Te voltál anya. Azért ez csalódás. Ez még nekem is. Nekem. Saját anyám lopott meg. Fodrászra kellett. Miért nem kértél? Mert találtam. Úgyse adtál volna, apa. Ez igaz. Neked de... is adtam. Tévézek. Egy zűrös nap történetét hallgathatjuk meg a féle egyperces novella formájában, a színészi asszociációt életzajokkal kísérjük majd. A nyitó mondat: teljes kivizsgálásra érkeztem a kórházba. Köhögtem az utóbbi időben, és fájt itt lent is. Nem ott lent, lejjebb. És gondoltam, ha már így 40 éves az ember, muszáj elmenni egy kivizsgálásra, rettegek az orvosoktól. De elmentem, és kiderült, hogy egy teljes kivizsgálást kell végezni rajtam. Körülöttem mindenféle furcsa bögjök repkedtek, meg mindenféle méhecskék, de aztán kiderült, hogy nem, ezt csak én hallom belül, mondta az orvos. És akkor már ő sejtette, hogy itt nagyobb... Fölvette az orvos a telefont, én várakoztam. Megbotlott, elesett. Hát úgy láttam, hogy nekem kell segíteni rajta. Oda mentem hozzá, fölsegítettem. De már teljesen fölösleges volt. Ugyanis bevágta a halántékát. És kész, vége volt, mint a botnak. Na mondom, ez is jó kezdődik, de hát mindegy. Bejött a másik orvos, nagyon lett, tehát egyszerűen az összes nővér üdvözölte így. Tehát egyszerűen üvöltöttek. Gondolom, ez a legjobb orvos. Hát, nagy szeretettel fogadtam. Rögtön levetkőztetett. Hát mondom, ez is furcsán kezdődik. Hát nem nagyon tetszett ennek, és mondta, hogy milyen jól nézek ki. Kicsit gyanús volt, de hát végül is tényleg jól nézek ki. Hát most lehet, hogy a halálos korságban szem...